Szerda délelőtt jártunk kameránkkal a Béke utcai Pünkösdi imaházban, hiszen úgy, mint a korábbi években, most is az épület ad helyet a héten a Gyermeksziget napközis tábornak, ahol 4 csoportra osztva több mint 40 táborozót látnak vendégül. Ebben az esztendőben a Gyermeksziget napközis tábor a 10. tábor lett. Vannak új arcok, vannak visszatérők, és vannak, akik már az idén nem tudtak jönni, mert betöltötték a 13. életévüket, de nekik tini tábort szervezünk majd július végén a Bakonyba, Dudaron. A programok hasonlóak, mint az elmúlt évekhez képest, és apróbb változások vannak, de a program az nagyjából ugyanaz. Például most arra izgalmas sportprogramon vannak túl a kicsik, és még több érdekes előadás is vár rájuk. Tennap volt egy amerikai baseball edző, aki a gyerekeket tanította két másik segítőjével a baseballra, és úgy tűnik, hogy a gyerekeknek annyira volt kedvük hozzá, hogy mondták, hogy jövőre egy baseball tábort is szervezzünk. A holnapi nap folyamán a Mecsek Esztrémbe fogunk elmenni, és az Orfői tóra is le fogunk menni fürödni. A péntek egy különleges nap, egy katonatiszt fog érkezni hozzánk, aki a Csetényi gyülekezetnek a lelkipásztora, de mint katona megjárta Afganisztánt, meg olyan háborús helyzeteket, amik a mostában a világban vannak. A hét folyamán természetesen a Biblia is előkerül. A mai tábornak a mottoja az a rejtély. Arról beszélgetünk, hogy vannak az életben olyan dolgok, olyan élethelyzetek, olyan kérdések, amikre nem biztos, hogy választ tudunk találni. Egy kicsit rejtélyes dolgok ezek. Például, hogy tényleg létezik-e Isten? Létezett-e Jézus Krisztus? Van-e mennyország, pokol? Szóval ezek olyan kérdések, amik az embert foglalkoztatják, és úgy tűnik, hogy gyerekeket is foglalkoztatja, és ezekre a rejtélyes kérdésekre próbálunk választ találni, válaszokat adni különböző bibliai történetekkel. Mondhatni, ebben a táborban nincs csendes pihenő, a gyerekek reggeltől délutánig le vannak foglalva, a kicsikre önkéntesek vigyáznak.